Hölgyeim és uraim, akkor negyedik éve próbáljuk itt interpretálni az interjúkban elhangzottakat és a kérdőívből kiemelt dolgokat. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a partnerség nevű tábla előtt állhatok. A PwC is egy partnerség önmagában. Mi 20-an cégtársak vezetjük ezt a céget Magyarországon, 300-an pedig Közép-Kelet-Európában. Meg is kértem a partnertársamat, hogy jöjjenek ide föl a színpadra, hogy legyen valami partnerséges hátterem nekem, de azt mondták, hogy menjél Ádám előre, és majd ha jól sikerül, akkor követünk téged. Úgyhogy akkor én próbálok erről beszélni, ez különösen kedves számomra, mert azt gondolom, hogy Magyarországon ez a felismerés, hogy kooperálnunk kell, hogy együtt kell működnünk, és hogy valahol ez a leghatékonyabb módja a versenyelőny megszerzésének ebben a digitális korban. Ez szerintem egy nagyon kúráns téma, és örülök, hogy ez jött ki idén a felmérésből. Keresem közben a szlájdváltómat, mert ma igazából egy kicsit visszatekintenénk arra, hogy 4 év alatt, amióta itt vagyunk együtt és elemezzük a felmérést, mik voltak azok a témák, amik végül ide vezettek. Utána mondok egy-két nemzetközi, hazai és PwC-s példát is, az együttműködésre, a kooperációra, ami segíthet még hatékonyabban, még jobban dolgoznunk, és a végén ígérem, hogy lehull a lepel ezekről a hatszögekről is. Ha egyetlen egy grafikont kell kiemelni ugye az elmúlt 4 éves együttműködésünkből, akkor azt mondanám, hogy ez a robosztusan növekvő optimizmus, ez a fajta pozitív hozzáállás, az önmagunkba vetett hit az, ami a legérdekesebb, ami kijött az önökkel való felmérésből. Ugye ez az egy szem grafikonunk az, ami azt mutatja, hogy a vállalatvezető igazából mit gondol a saját cége kilátásait illetően, ugye ez egy önreflexió egyben, tehát azt gondolom, hogy magának a vezérigazgatónak is a képességeit, meg a hozzáállását megmutatja. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Most már ott tartunk, hogyha ez folytatódna, akkor jövőre hiteltelenné válnánk, mert a globális átlagot is túllépte a magyar vezérigazgató pozitivizmusa ezzel kapcsolatban. Az első évben arról beszélgettünk, hogy megérkezett a gasztroforradalom Magyarországra, a séfek egylapos étlapot készítenek, minőségi alapanyagokból csinálnak most már nem olyan olcsó és gagyi ételeket, és eljött a jó éttermek ideje. Ez most ugye különösen újra aktuális, hogy megnyílt a negyedik Michelin csillagos étterem is, vagy megkaptuk a negyedik csillagot is. Ugye ennek a lényege az volt vezetői szempontból, hogy a vezérigazgatók a fókuszt emelték ki, a verseny előnyökre és nem a hátrányokra kell koncentrálni a cég működtetése során. A következő évben arról beszéltünk, hogy akkor igazából panaszkodtunk, arról beszélgettünk, hogy too much tax, too little talent, tehát hogy túl sok az adó, meg a szabályozás, és nagyon kevés a tehetség. És erre próbáltunk valami megoldást találni. Tavaly volt az, amikor az az érzetünk támadt, hogy a vállalatvezetők elmozdultak az alkalmazkodó képesség irányában, és azt gondolták, hogy ők egyfajta hibrid vezetők, egyfajta bifokális szemüveget, vagy látásmódot megvalósító emberek, akik egyszerre rövid távra és hosszú távra stratégiailag is tudnak tervezni. Idén pedig azt mondjuk, hogy 3 fontos dolog van, ami versenyelőnyt biztosít. Ugye az egyik a technológia, erről volt szó az első blokkban, ami a digitális korral jön, és a technológiai belépési korlátok, meg a más iparágba belépési korlátok csökkenésével egy nagyon fontos eszköz a cég működtetése szempontjából. Itt van a munkaerőpiacnak a hiányára válaszul. Szerintem azt lehet megfogalmazni, és az végre előjött Magyarországon is, hogy igazából egyfajta munkaerő vagy munkaerőállományi sokszínűség az, ami a megoldás lehetne. Ugye egy példa erre mi is most már a PwC-ben mindig csak a számviteli főiskoláról, meg a közgazdasági egyetemről gyűjtöttünk munkaerőt. Most már nálam is dolgozik művészettörténész, és nagyon jól teljesít. Úgyhogy ez a fajta új generációnak a megtartása, a vonzása és egyfajta sokszínűbb munkaerő kialakítása fontos. És a harmadik ilyen téma, ez a partnerség. Mint a legolcsóbb, de nem a legegyszerűbb módja annak, hogy versenyt biztosítsunk a vállalatunk számára. Miért lépünk partnerségre? Hát miért szövetkezünk, miért van az, hogy vállalatok megpróbálnak egymással kooperálni, vagy vállalatvezetők? Hogy egy zsíros állami támogatást kapjunk. Nem ez a jó eleszlem. Mi másért szoktunk szövetkezni? Egy jó kis árkartel, hogy abból valamit csinálják? Nem. Tehát nem ezek a megoldások igazából önöknél sokkal komolyabbak, és azt gondolom, hogy reálisan látják azt, hogy ugye a végső cél az új ügyfelek elérése, és ezeknek a megnyerése.
Magyarországon kicsit kevesen hisznek abban, hogy az új technológiához való hozzáférés a megfelelő módja, vagy a kényszer, vagy a motiváló erő a partnerségre, mint hogy nyilván mi Magyarországon kevésbé gondoljuk azt, hogy más piacokra való belépés miatt kell partnerkedni, de azért az ábrán lévő okok vezetnek ahhoz, vagy vezetnek minket rá arra, hogy muszáj legyen ebbe gondolkodni. Napjainkban az innovációs képesség megszerzése, egy másik iparágba való belépés, esetleg egy co-branding, tehát egy image felhasználás, ezek az első számú mozgatórugók, és ezek azok, amiket mi magunk hatékonyan a saját vállalatunkban nem tudunk megteremteni partnerség nélkül. Kikkel partnerkedünk, ugye ez a következő kérdés. Logikusnak tűnik persze az, hogy az értéklánc mentén a beszállítókkal, vagy a végső soron majd az ügyfeleinkkel fogunk ilyen kooperációkra lépni. A magyar és a külföldi számok ebben a felmérésben olyan 5-10%-kal térnek el. Tehát azt gondolom, hogy a magyar vezérigazgatók válaszai az 5-10%-os lemaradásban vannak mondjuk egy ilyen globális átlaghoz képest. Ez egy nagyon jó szám, tekintve azt, hogy az első felmérésünkből a saját optimizmusunk még 30%-a volt alatta a globális számoknak, most ez nézve, ez szinte elhanyagolható mértékű, és körülbelül a súlyuk is hasonlók. Nyilván Magyarországon az emberek a startupokat kevésbé gondolják, ilyen aktív formájának ennek a kooperációnak, de a többi az ugyanúgy megjelenik. Szívesen mondunk a saját ügyfélkörünkből egy-egy példát az együttműködésre. Az én egyik kedvencem az az, amikor a Coca-Cola, az a millenniumi generációval, tehát ez a Z generációval közösen fejleszt egy olyan készüléket, ami ilyen sok száz porból csinál, vagy 1000 ízt, és kétfajta dolgokban kooperálnak ezekkel a fiatalokkal. Egyrészt magát a gépet, a kompjútert és magát az eszközt is közösen tervezik, ez egyfajta ilyen a robotszerű dolog, ami keveri az italt, és utána ők tesztelik ezeket a különböző ízeket is, tehát itt popcorn ízű kólától kezdve, nem tudom, dinnye ízű kóláig minden van, és akkor nyilván ezt felhasználják később abban, hogy majd milyen termékfejlesztéseket csinálnak. Ennél ugye egy fokkal komolyabb a legmenőbb tőzsdei cég, ugye a Tesla, az elektromos autók gyártója, az pedig egy napelemgyárral állt össze, tehát az Arizonában létrehozandó hatalmas gyárát, azt napelemekkel fogja táplálni, és közösen fogják majd az akkumulátor problémákat a jövőre vonatkozóan megoldani. Vagy Detroit ugye teljesen kezdett elszlömösödni az autóipari cégek hanyatlása miatt, és a Ford találta azt ki, hogy egyrészt a város hangulatát kicsit feldobva, meg érdekes és értelmes munkaerőt odacsábítva egy startup központot hozott létre. Ez a startup központ már majdnem olyan népszerű, mint San Francisco mellett, és hogy ez egész hozzájárul ahhoz, hogy a Ford is kap értékes különböző alkalmazásokat vagy autóipari technológiákat fejlesztő startupokon dolgozó embereket, és közben a város maga is fejlődik és vonza ezeket a fiatalokat. Úgyhogy számtalan ilyen érdekes példa van, a legfuturisztikusabb az, amin a Nespresso dolgozik most, hogy 3D-s nyomtatóval fog előállítani azt a kis kapszulát, vagy mi magunk is majd elő fogjuk tudni állítani azt a kis kávékapszulát, amit a Nespresso kávégépekbe teszünk. Magyarországon is számtalan érdekes példa van a kooperáció és az együttműködésre. Most csak mondjuk egy iparágat mondok, mert ma épp azzal kellett foglalkoznom, az egyen mondjuk a távközlési szektor. Nem tudom, azt tudták-e, hogy a legmenőbb magyar startup cég, a Prezi is valamilyen távközlési szolgáltatónak egyfajta laboratóriumából nőtt ki, vagy egyfajta együttműködés megteremtéséből fejlődött ki ilyen nagyjá. Eredetileg együtt kellett volna valamint dolgozniuk. Akkor azt biztos hallották, hogy két távközlési szolgáltató most állapodott meg, hogy a országos lefedettséget biztosító hálózatot közösen építik ki. Ezek ős ellenségek voltak. Régen elő nem fordultott volna szerintem, hogy ebbe kooperáljanak, de megtörténik. De persze van mindenféle másik kooperáció, és örültem, hogy itt felmerült a Tesco-s buszos példa, mert a Tesco buszok Mercedesek. És itt nem csak arról van szó, hogy ez csak egy sima ilyen márka, hogy a flottánk az, ez a busz legyen. Itt is valami mélyebb kooperációról van szó. Mi magunk a PwC-nél is igyekszünk kooperálni,
Mert egy ilyen típusú cég, ami azért valahol egy oligopol piacból nőtt ki, és egy compliance bizniszbe volt érdekelt, hogy a megváltozott üzleti kívásoknak megfelelően el kellett kezdenie modernizálódni. Úgyhogy mi magunk is egy nagy változáson megyünk keresztül, és az együttműködés, a kooperáció, a partnerségnek a nehézségeit mi személyesen is megéljük, de azért örömmel éljük meg. Tehát nagyon érdekes dolgokat csinálunk. Tehát amit a Bence Robi mutatott, ez a játékos, gamification-ös kis alkalmazás. Ezt mi egy céggel, egy erre specializált céggel most már közösen fejlesztjük, és a saját hálózatunkban, illetve a hozzá kapcsolódó ügyfeleknek is mindenféle megoldásokat nyújtunk közösen. Van egy világszintű együttműködésünk a Google-lel, ez nagyon friss. A Google-nek az üzleti alkalmazásait a PwC fogja továbbfejleszteni, tesztelni, közösen piacra vinni, ettől például elég sokat várunk, de magyar együttműködés az, amikor a TEDx-el, tehát a következő előadó, egy TED-es előadó lesz, az a legszínvonalasabb és a legjobb előadás sorozat, ugye annak is kooperációs partnerei vagyunk, vagy nagyon érdekes az, hogy például Győr városban az E.ON energiaszolgáltatóval, meg az önkormányzattal közösen ilyen intelligens város, tehát ilyen smart city, meg elektromos közlekedés megoldásokon dolgozunk együtt. Tehát ez a fajta kooperáció is azért régen szerintem kevésbé volt rákényszerítve, de ha maradok ennél a saját iparágnál, ugye Big Four cégek, és azért örülök, hogy ezen a rendezvényen ülnek, és nem egy másikon, de hogy tehát a Big Four cégek is már kooperálnak, és nem csak mondjuk az IFRS, tehát ilyen nemzetközi számviteli szabványok bevezetésének a koordinálásán, hanem vannak most már olyan komplexebb üzleti projektek, amin különböző kompetenciákat összetéve segítik az ügyfeleket, tehát például önöket. Ez a partnerség, ez az együttműködés, ez a kooperáció, mint a verseny megszerzésének egy lehetséges módja, ez nagyon érdekes, ez egy új tendencia, ami most került felszínre. Arra biztatok mindenkit, hogy ezzel éljen, próbálja meg. Azt gondolom, hogy ez egy olcsó módja a verseny növekedésének, de elég nehéz. Tehát azért jó szövetségeket kialakítani, ahol mindenki megtalálja a saját érdekét, ami végül is valami megvalósítható terméket is eredményez, és sikert a piacon. Az azért ritka, de azt gondolom, hogy a vezérigazgatók azért vannak, hogy ilyen intellektuális kihívásokkal is megküzdjenek, hiszen nekünk nem csak az operatív munka, hanem ezek a szép dolgok is maradnak. Úgyhogy én ennyit szerettem volna mondani, és akkor megkérdezném, hogy mit gondolnak, hogy miért választottuk témaként a hatszöget. Nem azért, mert a PwC auditorai elég szögletesek, ezt kikérem a könyvvizsgáló kollégák nevében is. Nem azért választottuk. Azért választottuk, mert egy téma van a vezérigazgatói felmérésben, ami, illetve két téma, ami végigvonul, és amire folyamatosan reflektálnak. Az egyik a hatékonyság, a másik pedig ez az együttműködés, meg a közösen gondolkodás. És ha belegondolnak, a tér kitöltésének az egyik leghatékonyabb módja az, amit a méhek csinálnak a kaptárban, tehát hogy hatszögenként kapcsolódnak össze, és ez lesz a leghatékonyabb termelési formája a méheznek. Ugye az is nagyon érdekes, hogy a méhek bárhol elkezdhetik ennek a kaptárnak az építését, tehát teljesen mindegy, melyik cellánál kezdik el, a végén valamiféle törvényszerűség szerint ez szabályosan kialakul. Tehát mindegy, hogy az együttműködést hogy kezdjük felülről, alulról, jobbról, balról, ha végén szerencsénk van, akkor ez egy nagyon szép és nagyon hatékony és nagyon, nagyon eredményes termék lesz belőle. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy eljöttek, és hát köszöntöm önöket az együttműködés világában, és Isten hozta önöket a PwC üzleti kaptárában. Köszönöm szépen!